Ilyen repülőgépekről szórják szét a kizárólag ízeltlábúakra veszélyes permetszert a megyében, összesen közel 12 ezer hektárnyi területen. A szúnyogok a petarakást követően néhány héten belül kikelnek, ezért a szakemberek arra számítanak, hogy július végén, augusztus elején indulhat egy jelentősebb szúnyoginvázió. Ahogy mindannyian láthattuk az utóbbi időben, rengeteg csapadék esett, és tudnunk kell azt, hogy a szúnyogok azok nem annyira a élővizekben, illetve az üdeélővizekben szaporodnak, hanem pangóvizek, pocsolyák, keréknyomok, morotvák, kubikgödrök, ezek a kedvenc helyeik. A nőstények ezekre a vízfelszínekre rakják le a petéjéket kisebb csomókban, 50-300-as csomókban. Ezekből a csomókból néhány nap alatt kialakulnak a lárvák, akik szintén a vízfelszínen élnek, és egy kis légcsövön keresztül vesznek levegőt. Nagyon rövid idő alatt, néhány nap múlva bebábozódnak, és a bebábozódás után szintén néhány nappal, 5-7 nap múlva kikelnek az új egyedek, tehát rendkívül gyors a szaporodási ciklusuk. A katasztrófavédelem munkatársai országszerte már hetek óta végzik a szúnyoggyérítést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hét elején kezdték, és péntekig be is fejezik a repülőgépes és a földszíni permetezést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezen a héten, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken és több településen lesz szúnyoggyérítés. Ez azt jelenti, hogy összesen 11.945 hektáron légi kémiai úton gyérítik majd a szúnyogokat, és 2.460 hektáron pedig földi kémiai úton gyérítik majd a vérszívók számát. A megyei légi permetezést végző cég vezetője televíziónknak azt mondta, esténként mindössze néhány percre zavarják egy-egy település lakosságát az alacsonyan szálló ankettesek. Mivel mélykőmérő technológiát alkalmazunk, ezért napnyugta előtt egy órával lehet elkezdeni. Azt jelenti, hogy este 7 óra után kezdjük el, és 4:45-ig be kell fejezni ezt, és sötétbe fogunk hazajönni. A kiszórt permetszer nem veszélyes sem emberre, sem a melegvérűekre, így a házi kedvencek és a haszonállatok is biztonságban vannak a permetezés ideje alatt.